9 trükk, hogy mindenki azonnal megszeressen. Te nekem miért küldesz ilyen videót, mert most ez mi? Szerinted nekem erre szükségem van? Szerinted nekem arra szükségem van, hogy 9 trükk, hogy mert nem szeretnek engem? Nem szeretsz? 9 trükk, hogy mindenki instant megszeressen. Na nézzük ha meg! Ha azt szeretnéd, hogy azonnal lenyűgöz másokat, és az emberek úgy általánosságba véve is kedveljenek, én amúgy így ülök otthon, amikor általában vagy küldözgeti nekem valaki, elküldi, hogy jaj, Geri, milyen jó a videóid, annyira szeret a videóid, én meg így ülök otthon. Akkor jó helyen vagy. Most megosztom veled azt a 9 legfontosabb módszert, melyeket felhasználva biztos lehetsz benne, hogy az emberek bírni fognak. Na nézzük! Nos, készen engem annyira is utálnak az emberek. Bele. Let's go! Első, szólíts másokat a nevükön. Előfordult már veled, hogy valaki, akit alig ismertél, a keresztneveden szólított? Észrevett? Tehát, hogyha nem ismerem, honnan tudom a nevét? Kezdjük azzal. Honnan tudom az anyámból tudom a nevét? Mert nekem olyan fura, amikor nevemmel szólítanak, az olyan direkt. Én érzem, hogy ez azért mondja, hogy mondja. Mármint érted, mire gondolok, nem? Mármint aki azt mondja, hogy hallod Gergő, figyelj ide! Na ide figyelj Gergő! Meg ez ilyen, én nem tudom. Én nagyon fura, hogy amikor nevemmel szólítanak, és kiasul az egy Gergő. A Gergely, te is mondjuk, már kell valaki azt mondani, hogy Gergely, abba pillanatban letörném az állkapcsát. Készíg egy italt, Gergő! Mi az anyámat mondtál? Mit gergőzöl itt? Annyit mondjál szépen, hogy kész még egy italt? Persze, ennyi! Nem az, hogy kész még egy italt, Gergő! Dick. Tehát, hogy milyen barátságosnak és figyelmesnek hatott. Getszó, most mondom. Ez mindenkinél működik, mert ne. Mindenki szereti a saját nevét. Ne. Dale Carnegie írt egy könyvet, aminek a címe Hogyan szerezzünk barátokat? Ez a legdepisebb könyv szerint a világon. Azért gondolj bele, amúgy ezt bemérsz itt a Libribe, és szeretnék egy könyvet venni, és akkor ezzel oda zsétálsz a pulthoz, hogy hogyan szerezzek barátokat. Kettőt kérnék belőle, a második kiadást is szeretném. Folyásoljuk ez az embereket. Ez egy kicsit kellemetlen lehet. Ez egy amerikai bestseller, ami több mint 15 millió példányon, hogy hogyan szerez barátokat. Gondolj bele, a barátodnak vennék egy ilyen izét, ajándékot. Szülinapjára adod a barátodnak ezt a könyvet, hogy hogyan szerez barátokat. Az mondjuk crazy lenne. Eltel világszerte. Sikere jól mutatja, milyen fontos számunkra, hogy kedveljenek, elismerjenek minket. Ebben a könyvben Carnegie azt írja, hogy sosem szabad elfelejteni, hogy a nevünk a világon a legédesebb és legfontosabb hang a számunkra. Nekem inkább az, hogy... Tehát legközelebb, amikor találkozol valakivel, szólítsd őt a nevén. Ha nem ismered, figyelj, amikor bemutatkozik, és az első adandó alkalommal, amikor megszólítod, használd a keresztnevét. Biztos lehetsz benne, hogy azonnal jó pontot szerzel. Második, őszintén mosolyog. A mosoly a szív kulcsa. Ezért, amikor legközelebb találkozol valakivel, őszintén mosolyog. Mielőtt összetalálkoztok, gondolj valamire, amiért hálás lehetsz, vagy képzeld el, mi a legjobb kimenetele a találkozónak. A mosolygó embereket azonnal megkedveljük. De van más előnye is. Egy mosoly jobbá teheti a másik ember napját, mert ő is többet fog mosolyogni. Egy 2002-es svéd tanulmányban az alanyoknak 4 érzelemről készült képet mutattak. Ezek az érzelmek az öröm, mi az, hogy fúj? A félelem, jó, és a meglepetés volt. Amikor valaki mosolygós képet látott, a kutatók megkérték, hogy próbáljon meg fanyar képet vágni. A kutatásban azt találták, hogy az alanyoknak ez igen nehezére esett, és gyakran inkább lemásolták a mosolygást, és átvették azt. Több kutatás is kimutatta, hogy a mosoly ragályos lehet, és arra késztet másokat, hogy megkedveljenek téged. A mosolygástól pedig azonnal boldogabbnak is érezzük nem, magunkat. Furán nézek rá, mit mosolyogsz? Azt szeretnéd, hogy nem, mások nincs semmi vicces, semmi nincs, mit mosolyogsz? Mosolyog sokat. Harmadik, mit mosolyogsz? Nézz mások szemébe. A szemkontaktus jó, azt jelzi, hogy figyelsz a másikra. Az emberek azonnal megkedvelik az őszinte és figyelmes embereket, ezért a megfelelő szemkontaktus kulcsfontosságú a minőségi kapcsolatok kialakításában. Ahogy mondani szokás, már érzed a szem közöttünk. A lélek tükre, és a megfelelő szemkontaktus kellemes érzésekkel tölti el a melletted lévőket. De ne feledd, hogy nem szabad túlzásba vinni és bámulni másokat. A túlzott, folyamatos bámulás zavaró tud lenni. A tekinteted sugalljon értő figyelmet, empátiát és legyen barátságos. A kutatók azt is megállapították, hogy a szemkontaktussal társított mozgásnak mély hatása lehet.
A Redbaud és Rutgers Egyetem kutatói tanulmányozták először a szemkontaktus és a mozgás együttes hatását. Azt találták, hogy a szemkontaktus és egy közben végzett hirtelen mozgás az embereket feltűnőbbé és emlékezetesebbé teszi. Ilyen mozdulat lehet például egy semmiből jövő kézmozdulat, vagy a fej elfordítása, miközben tartjuk a szemkontaktust. Legközelebb tart... Ez az a semmiből jött! Ettől bírni fognak az emberek. És fenn egy barátságos szemkontaktust, akár egy hirtelen mozdulat közben is. Negyedik. Szóval ameddig ez, oké, szóval azt szokott, hogy jó, megszeressenek az emberek. Szia Gergő! Eddig itt tartunk. Szemkontaktust, mosolygás, néven szólítás és hirtelen kézmozdulat. Hallgass többet, mint amennyit beszélsz. Az egyik leghasznosabb készség, amit meg lehet tanulni az életben, a figyelmes, aktív hallgatás képessége. Lehet, hogy a legédesebb szavakat mondod valakinek, de mennyi ha nem hallgatod meg, tette dagadék? Nem várhatod, hogy kedvelyen tétel. 10 000 kalória challenge-et csinálsz? Ha lehetőséget adsz másoknak, hogy megosszák a gondolataikat, biztos lehetsz benne, hogy nagy szimpátiát ébresztesz. Ezt szóval fogd be a pofád! És akkor szeretnek az emberek. Ha nem beszélnél ennyi hülyeséget, mert érted, nincs veled baj. Csak sokat beszélsz, fogd be a pofád, és szeretni fognak az emberek, ennyi. Michel Fréli párkapcsolati mesterkócs is. Szerinte a kulcs abban van, hogy kimutatjuk a másiknak, hogy szívesen megismernénk őt. Ezt úgy lehet könnyen elérni, ha nyitott kérdéseket teszel fel, és figyeled a reakciókat. Jó van, Telekom, ne bukozz! Kerüld az igennel, nemmel megválaszolható, eldöntendő kérdéseket. Egy másik hasznos technika, ha időnként összefoglalod, megismétled, amit a másik mondott. Ez azonnali szimpátiát vált ki, mert jól esik a másik szájából is viszont hallani a véleményünket. Ez összekapcsolja az embereket. A Psychology Today számos kutatást sorakoztatott fel, melyek alátámasztják, hogy azok, akik többet hallgatnak, sikeresebbek a kapcsolataikban. Ötödik, tükrözd vissza mások testtartását. A testbeszédünk, a kommunikációnk jelentős részét teszi ki. Ha egyszer arra eszmélsz, hogy ugyanabban a pozícióban ülsz, mint a veled szemben ülő, akkor alig, ha nem, hasonlóan gondolkodtok a másik féllel. Nem. Akkor tudod, mi vagy? Egy utánozó majom! Tényleg, fiam, amikor velem szembe ülsz, ne csináld ugyanazt, mint én! Nézd, ugyanabban a poszba ülök, mint te, akkor most szeretni fogsz, nem? Nagyon, a végére, ahol úgy összebarálkozunk itt mindenkivel, nagyon crazy. Ez ugyanis elég gyakran megtörténik, amikor két fél azonos állásponton van. A testbeszédük is hasonló ne, lesz. Ne, ugyanúgy, a mimika, mint a társadalmi intelligencia fura. Kritikus része, mondta Bill Gilman, a Kalifornia Egyetem pszichológus professzora. Ezt az előnyödre is használhatod, ugyanis az emberek szeretik a hozzájuk hasonló embereket. Érdemes lehet megfigyelni a partnered testhelyzetét és hasonló pozíciót felvenni, vagy legalább nem veletek. Nem, ez néz ki a legridegebb beszélgetések valaha. Ez a két ember szerinted úgy néz ki, mint akik ott egymás társaságában akarnak lenni? Te, hogyha egymással szemből ülünk, miközben kajálunk, és annyit látok, hogy mind a ketten így ülünk, te is így ülsz, meg én is, akkor van szerint egyikünk sem akar ott lenni. Te ne üljél velem szembe így, és utána, hogyha én is így ülök, akkor vége. Bezárkózás, érted? Ez elzárkózol, ez ilyen zárt testtartás. Teljesen ellentéteset. Ha a partnered lelkesen mutogat, miközben te unottan fekszel, alig hanem azt fogja érezni, hogy nem egy hullámhosszon vagytok. De ne legyen túl feltűnő sem az utánzás. Ha mindig másolod, amit a másik csinál, könnyen visszatetszést válthat ki. És még valami. Nem minden esetben kell tükrözni a másikat. Fontos észrevenni, hogy mikor szabad, és mikor nem. A testhelyzet másolása akkor lehet sikeres stratégia, ha a megfelelő embereket a megfelelő időben, megfelelő okokból másolod. Figyeld tehát a saját és a partnered testbeszédét, testhelyzetét. Úgy néz ki, hogy hasonló állásponton vagytok? Ha nem, finoman változtass. 6. Ismerj el másokat. Ha hallod, hogy másnak gratulálnak, rögtön tudod, hogy nagyon jól esik neki. Akkor miért ne használnád ezt a saját kapcsolataidban is? Ha tisztelsz valakit a jó tulajdonságai miatt, akkor szinte biztos, hogy ő is kedvelni fog téged. Szóval Gyarki segít valakinek, meg szopkod szét, és akkor szeretni fog. Köszönöm az információt. Igen. Ha nem esel túlzásba, biztosan jó pont, ha megdicsérsz valakit. Ez szép a frizurád! Tudja, de íme egy kevesek által ismert trükk. Az emberek azokat... Nézd meg! Ha azt akarod, hogy szeressenek, ezt kell csinálod! Mindenki tudja. Pontosan, és abban a pillanatban, amikor ez történik... De íme egy kevesek által... Hú, hirtelen nagyon szeretnek téged! Nagyon crazy! Hú, én nagyon szeretnek! Abban a pillanatban, hogy...
Hú, nem szeretem. Az ismert trükk. Az emberek azokat a tulajdonságokat fogják a te személyiségedhez társítani, amelyeket te használsz, amikor másokról beszélsz. Ezt a jelenséget a kutatók spontán tulajdonság átvitelnek nevezik. A Personality and Social Psychology Journalben közzétett tanulmány azt is megállapította, hogy ez a hatás akkor is jelentkezik, ha az emberek tudják, hogy bizonyos tulajdonságok nem illenek arra a személyre, aki mondja őket. Még ekkor is okosabbnak látunk valakit, ha ő mások bölcsességét méltatja. Gretchen Rubin, a Boldogság projekt című könyv szerzője szerint bármi, amit másokról mondasz, befolyásolja, ahogyan téged látnak. Ha valaki mást őszintének és kedvesnek írsz le, akkor az emberek hozzád is társítani fogják ezeket a tulajdonságokat. De ez visszafelé is igaz. Ha folyamatosan ócsárolsz másokat a hátuk mögött, akkor ugyanazokat a negatív tulajdonságokat hozzád is társítani fogják. Vigyázz tehát, milyen véleményt mondasz másokról. Érdemes inkább a számodra pozitív embereket méltatni, és másokat pedig kihagyni a beszélgetésből. Ez amúgy valójában hetedik, igaz. Légy humoros. Észrevetted már, hogy a jó humorú emberek milyen könnyedén építenek ki kapcsolatokat? Nem azt mondom, hogy profi humoristának kell menned, de némi viccelődés segít, hogy megkedveljenek. A Los Angeles-i Illinois Egyetemen és a Kaliforniai Egyetemen végzett kutatások azt mutatták, hogy a humorérzék fontos mind barátoknál, mind párkapcsolatoknál. Egy másik kutatócsoport, mely a DePaul Egyetem és az Illinois Állami Egyetem kutatóiból állt, azt találta, hogy amikor először ismerkedsz meg valakivel, a humor használata azonnal növeli a szimpátiát. A tanulmány alátámasztotta, hogy egy humoros feladatban való részvétel növelheti a romantikus vonzódást is. Legközelebb, amikor valakivel kapcsolatba lépsz, próbálj meg bizonyos mértékig vicces lenni, és nézd meg, miként válik a javadra. 8. Legyél nyugodt. Sokan nem szeretik a türelmetlen és sietős embereket. Ha például nem vagy ura a testednek, és rázod a lábad, vagy folyamatosan matadsz, akkor sokan idegesítőnek fognak gondolni. De hasonlóan zavaró lehet, ha például folyamatosan az órádat nézed, gyorsan beszélsz, idegeskedsz, vagy sokat gesztikulálsz. A megoldás, próbálj meg lassítani, lenyugodni. Sziasztok! A mai streamben arról lesz szó, hogy hogyan szerezzünk barátokat. A 9. lépés, hogy jó lassan beszélj, nyugodtan, és ne mozgass nagyon gyorsan a kezeidet. Hát, hogyha így beszélne velek valaki hozzám, agyon verném! A Study.com kurzusa szerint az emberek nem bíznak azokban, akiket irányíthatatlannak vagy türelmetlennek gondolnak. Hiszen ha valaki nem képes uralkodni magán, miként állná meg a helyét egy nehéz helyzetben? Ha tehát találkozol valakivel, akkor próbálj meg nyugodtan és inkább lassan mozogni. Figyelj oda a kényszeres mozgásokra, és ha azon kapod magad, hogy olyat csinálsz, amit nem kéne, szépen lassan fejezd be. Gyakorlással ez is elsajátítható, akkor is, ha esetleg kezdetben nagyon izgulsz. Végül, de nem utolsó sorban pedig a 9. Tégy úgy, mintha bírnád őket. Azt mondja, tégy úgy, mintha bírnád őket. Szóval kamuzzam azt, hogy bírom őket. Azt hittem a barátságnak az a lényeg, hogy ténylegesen bírjam. Szóval azt hittem, hogy úgy tudtam, hogy azért akarom, hogy barátkozzon velem valaki, mert hogy én azért akarom, hogy bírjon engem, mert én is bírom őt. Azt mondja, tégy úgy, mintha bírnád őket. Ja, igen, nagyon bírnak. A pszichológusok szerint létezik egy olyan koncepció, amit a szeretet viszonzásának nevezünk. Amikor azt gondoljuk, hogy valaki kedvel bennünket, hajlamosak vagyunk, mi is viszont kedvelni őt. Ez azt jelenti, hogy ha pozitív érzelmeket mutatsz egy másik személlyel szemben, akkor a másik személy is hasonlóan fog érezni irántad. Egy még 1959-ben közzétett tanulmányban egy csoportos beszélgetés résztvevőinek azt mondták, bizonyos tagok úgy tűnik, kedvelik őket. Az ezt követő beszélgetés után a résztvevők azokat kedvelték a leginkább, akikről úgy tudták,
viszont kedvelik őket. Valójában viszont a csoporttagokat véletlenszerűen választotta ki a kísérlet vezetője, és nem volt tudomása róla, hogy kedvelik-e majd a másik felet. A közelmúltban a Waterloo Egyetem és a Manitoba Egyetem kutatói úgy találták, hogy amikor arra számítunk, hogy mások elfogadnak minket, kedvesebben cselekszünk feléjük. Ezáltal növeljük annak az esélyét, hogy valóban meg is szeretnek minket. Szóval manipuláljak bele valakit abból, hogy szeressen engem, szóval ne igazából azért szeressenek, ami vagyok és aki vagyok, hanem manipuláljam bele őket. Crazy, ez igen. Szóval ne is az, hogy te ténylegesen jó ember legyél, akit szerethetnek, ne! Legyél egy szarember, aki jól tud manipulálni. Vagyis a feltételezéseink gyakran önbeteljesítő jóslatként működnek. Éppen ezért mindig viselkedj úgy, mintha tudnád, hogy jó fejnek tartanak, így nagyobb az esélyed, hogy valóban így is lesz. Remélem, ma is tanultál valamit. Így van, manipuláljál, mint a szar, csak az a baj, hogy Pollánál ez nem működik. Szóval hiába vagyok én kedves a Pollával, és mondom neki, hogy én nagyon bírom őt, meg engem nagyon bírnak, a Polla mégse bír engem.